Most induljunk. Tehát egy rövid beszélgetés lesz, és utána folytatjuk a munkát. A lovasiászat az két alapvető dologból tevődik össze, az egyik a ló, a másik az íj, és az edzéseinket is úgy építjük föl, hogy ezt a két dolgot külön kell tanulni. Olyan szinten kell megtanulni a ló és az íj használatát, mint a biciklizést. Amikor a kerékpározást elkezdjük, akkor nagyon kell figyelni az egyensúlyra, még orra is esünk, de amikor már megtanultuk, automatikussá válik ez a mozgás, beindulnak ezek a motorikus funkciók, akkor már senki nem figyel rá. Automatikussá válik az egyensúly, és figyeljük a tájat, beszélgetünk, bármit csinálunk. Na most, hogyha nem érjük el ezt a szintet a lovaglásban, illetve nem érjük el ezt a szintet az íjászatban, és túl korán kapcsoljuk össze ezt a két dolgot, akkor ilyen kis mikrotraumák, sérülések alakulhatnak ki, mert egyszerűen ez a hardware, amivel rendelkezünk, ezt a nagy szoftvert, ezt nem lehet beletölteni. De nem csak arról szól, hogy van egy ló része ennek a dolognak, és van egy íj része, hanem hogyha mélyebben megnézzük ennek a spirituális és filozófiai hátterét a lónak, akkor rájövünk arra, hogy a ló a külvilággal való kapcsolatunkat szimbolizálja, míg az íj a belső világunkkal való kapcsolatot tudja erősíteni. Minden lövéssel egy kicsit közelebb tudok kerülni önmagamhoz, és a lóval való eltöltött idő az gyakorlatilag a külvilággal való kapcsolatomat tudja, hogy mondjam, jobbítani. Tehát, hogyha nem úgy nézek a lóra, mint egy eszközre, hanem úgy nézek a lóra, mint egy társra, akkor kialakul egy társas kapcsolat, egy olyan élőlénnyel, aki nem tud megtanulni, beszélni, ezért nekem kell megtanulni a lónak a nyelvezetét, és így kialakítani egy kapcsolatot. A lovas íjászatban tehát elindulunk befelé, önmagunk felé, és elindulunk kifelé, és nagyon fontos a belső út, hogy minél mélyebben jussak el önmagamba, és nagyon fontos a külső út, hogy a külvilággal is egy szilárd kapcsolatot tudjak létrehozni. Egy ilyen ölelés alakul ki, elindulok kifelé, elindulok befelé, és ez a harcos útja, ez a satria, hogyha sikerül kinyújtani a karjaimat, akkor egy nagyon nagy teret tudok befogni önmagamból, és nagyon-nagyon nagy teret tudok befogni a külvilágból. Mit jelent a belső? Oszkár, hogyha megkérdezem azt, hogy melyik a belső, az én szívverésem, vagy a lónak a szívverése, amikor lovasíjászom? Mi a belső? Ez mindegyik külső, Oszkár. És itt nagyon fontos, hogy tudjuk, mi a belső. Mert mindaz, ami az elmémen kívül történik, az külső. A belső az, ami az elmém belül zajlik. Az érzelem, a gondolkodás, az itt van belül. És mindaz, ami kívül, a vérkeringésemet nem tudom szabályozni. Az dolgozik, megy a szív, szinte magától megy a test. Nem figyelek az emésztésemre, megemészti az ételt, nem kell rajta gondolkodnom, hogy most milyen aminósavakat hova kell irányítanom ahhoz, hogy ezek a funkciók végre menjenek. Automatizmusok, a szervezet megy, a belső. Na most egy lovas íjász ugye idáig tud nyúlni, és azért van itt a szunin, mert itt nincs vége. Tehát mi azért, mert nagyot ölelünk, mi megyünk kifelé és megyünk befelé, mi nem tudunk olyan mélyen bemenni, mint egy olyan zen szerzetes, aki befelé meditációval hónapokat tölt el, azzal a folyamattal, hogy a lelkéből minél többet megtudjon és felismerjen, és akkor szeretném a Suninak átadni a szót, hogy innétől ő majd folytatja. Köszönöm szépen!